Van gyógyszer, nincs veszélyben a lakosság ellátása Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, csupán néhány népszerű termék vált nehezebben elérhetővé. Workshop, a gazdaságfejlesztés és befektetés ösztönzés aktuális kérdéseiről tanácskoztak a Vármegyei Paktum irodában. Hamarosan nyitnak, már zajlanak az olvasópróbák a Móricz Zsigmond Színházban, és pénteken indul egy új zenés programsorozat, a Móricz Pódium Színpad. Nincs veszélyben a lakosság gyógyszer ellátása Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, csupán néhány népszerű termék vált nehezebben elérhetővé. Ez a Kölcsey Televízió híradója, köszöntöm Önöket! Nagy Zsombor gyógyszerész szerint az átmeneti készlethiány hátterében az állhat, hogy a vásárlók gyakran keresik a népszerű termékeket, noha azok hatóanyagait más, kevésbé ismert gyógyszerkészítmények is tartalmazzák. Ráadásul, ha már ott vannak a patikában, szeretnek előre betárazni. Hézagos a polc ebben a nyíregyházi patikában, csak úgy, mint országszerte. De amint az jól látható, nem drámai mértékű gyógyszerhiányról van szó, csupán néhány megfázásos tünet enyhítését szolgáló készítményről. Nagy Zsombor gyógyszerész azt mondta, gyógyszerhiány mindig is volt, de ezek csak átmeneti állapotok, és a lakosság ellátása eddig sem volt, és most sincs veszélyben. Gyógyszerhiány, illetve hiánycikkek mindig is voltak. Tehát egyes gyártóknál bármikor jelentkezhetett alapanyag probléma, vagy különböző minőségi hibák miatt visszavonás, tehát ez önmagában nem meglepő. Az elmúlt fél évben valóban több termék hiánycikké vált, de ezeket minden esetben lehetett, illetve az esetek többségében lehetett helyettesítő termékekkel kiváltani, tehát a betegek ellátása igazából nem került veszélybe, csak abban az esetben, hogyha valaki ragaszkodott egy bizonyos termékhez, és nem fogadott el semmi mást helyette. A gyógyszerész úgy véli, abban az esetben indokolt lehet a márkahűség, ha a beteg már kipróbált többféle készítményt, és azt tapasztalta, hogy csak egy bizonyos készítmény képes enyhíteni a panaszát. De alapvetően nem a márka, hanem a hatóanyag felelős a gyógyulásért. Ennek ellenére vannak, akik csak egy bizonyos készítményre esküsznek, és igyekeznek belőle a szükségesnél nagyobb mértékben betárazni. A gyógyszerész úgy véli, emiatt vannak olyan termékek, amelyek az év elején nehezebben beszerezhetők. Ha valamelyik termék elérhető, akkor vényköteles termékeknél is igyekeznek akár a három havit kiváltani, amivel ugye a saját ellátásuk biztosított, de mondjuk egy-egy esetben ez a következő vásárlónál problémát jelenthet, illetve a megfázásos termékeknél az, hogyha végre kapható, az sok mindenki örömmel tölt el, és igyekeznek a hozzátartozókat is ellátni, és ilyenkor gyakran előfordul, hogy nem egy dobozzal vesznek, hanem két-hárommal, és mivel a beszállítás még nagyon limitált, ezért sokkal hamarabb elfogynak ezek. Nagy Zsombor azt tapasztalja, hogy a gyógyszertárban egyre kevesebben keresik a homeopátiás készítményeket, ugyanakkor egyre nagyobb az érdeklődés a megfázás tüneteit enyhítő por alapú gyógyszerek iránt. Az elmúlt években a homeopátiás készítmények iránti kereslet nagy mértékben csökkent, legalábbis én a gyógyszertárban ezt tapasztalom. Vannak, akik ugyanúgy ragaszkodnak hozzá, természetesen ugyanúgy elérhetők ezek a készítmények, de szerintem sokkal ritkábban nyúlnak hozzá. Akinél bevált, ők ugyanúgy használják. A másik részéről pedig a megfázásos termékek az elmúlt időszakban valóban kisebb mértékben állnak rendelkezésre, nagyon sok hiánycikk van, de itt fontos megjegyezni, hogy folyamatosan érkeznek termékek, illetve vannak olyan helyettesítő termékek, amikkel ugyanezt a hatást ki lehet váltani, csak lehet, hogy nem egy forró italpor, hanem egy tablettát kell bevenni, hiszen ezek jó részt valamilyen fájdalom, gyulladás csökkentőt tartalmaznak, egy kis C-vitamin, és hát mondjuk folyadékpótlással ugyanúgy el lehet érni ezeket az eredményeket. A gyógyszerárakat érintő inflációról a gyógyszerész azt mondta, nagyon sok gyártó nem emelt árat a múlt évben, így idén emelkedni fognak az árak, ami egy 10-15%-os drágulást jelenthet.
Az elmúlt napokban a közösségi médiában és egyes médiumokban az a téves információ jelent meg, hogy Nyíregyházán akkumulátorgyár épül, amelynek kapcsán közmeghallgatást tart a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztálya. A kormányhivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy a január 31-én esedékes közmeghallgatás kizárólagos tárgya a Nyíregyházi Ipari Parkba tervezett akkumulátor takaró tartólemezgyártó létesítmény telepítése, megvalósítása. Az üzem profilja kizárólag lemezmegmunkálás, felületkezelés és ezt követően porfestés, valamint PVC bevonatolás, nem pedig a tévesen terjesztett információk szerinti akkumulátorgyártás. A közmeghallgatás kifejezett célja, hogy a nyíregyházi polgárok első kézből a beruházó illetékes szakembereitől kapjanak részletes tájékoztatást minden felmerülő kérdésükre. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal a szokásos eljárás alapján a jogszabályi előírásoknak megfelelően az érintett lakossági észrevételek figyelembevételével természeti környezetünk megóvása és védelme érdekében hoz határozatot minden hasonló engedélyeztetésre. Eljárás során, így ebben az esetben is. A gazdaságfejlesztés és befektetés ösztönzés aktuális kérdéseiről tanácskoztak immár harmadik alkalommal a Vármegyei Paktum irodában tartott workshopon Nyíregyházán. A rendezvény célja, hogy növeljék a vármegye gazdasági versenyképességét. Szabó Tünde kormánybiztosa az eseményen azt mondta, a munkahelyteremtés és az infrastruktúra fejlesztés továbbra is kiemelten fontos marad. A Mátészalkai Ipari Park madártávlatból. Az első ipari létesítmény 1970-ben épült, azóta 42 vállalkozás települt be, több mint 78 hektár területre, amely Mátészalka belterületén helyezkedik el. A Nyíregyházán tartott legutóbbi befektetés ösztönzési workshopon Szabó Tünde kormánybiztos úgy fogalmazott, nagyon fontos az együttműködés a cégek, az önkormányzatok és a kormányhivatalok között, mivel számos olyan cég van, amely olyan célokat tervez megvalósítani, amelyek mindannyiunk közös ügyei. Ugye vannak európai uniós források, amelyeket eddig is nagyon jól használt fel Nyíregyháza és a Vármegye, és ezt követően is nagyon szeretnénk azt, hogy sikeresek legyünk, és azok a fő irányok, amelyek eddig voltak, a munkahely megteremtése és megtartása, infrastruktúra, fejlesztés, akármelyik területe, azt gondolom, hogy ezek a főbb irányvonalak meg fognak maradni a jövőben is. Úgyhogy ez az egyeztetés ma elkezdődik. Itt egy nagy projekt valósul meg a Széchenyi tervben, és azt gondolom, ez egy nagyon jó dokumentum született, nagyon sokan dolgoztak benne, hogy összerakva az igényeket, összerakva az elmúlt időszaknak a történéseit és a jövőbeni terveket, mindent meg tudjunk valósítani. A Vármegyei Paktum irodában harmadik alkalommal gyűltek össze a települések, cégek és különböző intézmények vezetői, hogy a Vármegyét érintő gazdaságfejlesztési stratégiáról egyeztessenek. Szabó István, a Vármegyei Közgyűlés alelnöke azt mondta, a közösen kialakított befektetés ösztönzési és gazdaságfejlesztési stratégiát 2027-ig európai uniós és kormányzati forrásból lehet majd megvalósítani, és ez nem csak Nyíregyházára, hanem az egész vármegyére ki fog terjedni. Erre példaként Mátészalkát említette. Pont az a lényege, hogy az egész megyére kiterjedő legyen ez a tevékenység, és a megyében felmerülő lehetőségek, szándékokat becsatornázzuk. És érdekessé tegyük a megyét a külső befektetések, a befektetői tőke szempontjából is. Természetesen Nyíregyházán kívül is vannak olyan pontjai a megyének, ahol már most is jelentős ipari tevékenység folyik. Ez a mi területfejlesztési terveiben decentrumoknak nevezett települések, Nyíregyháza, Mátészalka és Kisvárda, ahol nagyon jelentős ipari tevékenység folyik. Ezek között is Mátészalka tudhatjuk, hogy az országban másodikként ipari parki címet elnyerő ipari parkot működtet, ahol nagyon jelentős nemzetközi vállalatok települtek és folytatnak tevékenységet, és egyrészt a köréjük települő cégek, illetve magyar kezdeményezések is megtalálhatók.
Szabó István hozzátette, ennek az új kezdeményezésnek a célja, hogy növeljék a vármegye versenyképességét, akár a befektetések idevonzásában, akár abban, hogy a már működő vállalkozások továbbra is sikeresek maradjanak. Már zajlanak az olvasópróbák a Móricz Zsigmond Színházban is. Pénteken indul egy új zenés programsorozat, a Móricz Pódium Színpad. Február 11-én pedig teljesen kinyitja kapuit a Nyíregyházi Teátrum, így még a tervek szerint valósítható meg az évad. Újra élettel és közönséggel telik meg alig két hét múlva a Móricz Zsigmond Színház nagy színpada és annak nézőtere. Ez december 16-ától üresen áll, hogy spóroljanak a rezsiköltségeken. A részleges bezárásról Nyíregyházán októberben döntött a közgyűlés. Az azóta eltelt időben bebizonyosodott, hogy ezzel jelentős megtakarításokat lehet elérni. Most viszont úgy döntött a fenntartó önkormányzat, hogy a Móricz Zsigmond Színház társulata február 11-től újra teljes munkarendben játszhat. A fejünkben igazából egy március 1-i nyitás volt, mikor ez az egész bezárás megtörtént, amit azért nem is kommunikáltunk, mert fogalmunk se volt, hogy a távhőnek hogy alakul az ára, mennyire lesz kemény a tél, tehát ezek mind milliós nagyságrendeket jelentettek a működésünk szempontjából. Szerencsére a távhő is jelentősen, a távhőára is jelentősen mérséklődött, és a telünk sem olyan kemény, mint amire az elmúlt években számíthattunk volna. És minden jól alakult ahhoz, hogy átgondoljuk a korábbi nyitást. Ami még egy nagyon fontos szempont volt, hogy az évadot most már, hogy tudjuk, egy színházi olimpiának is helyt kell, hogy adjunk, illetve két előadás is lesz a színházi olimpia keretén belül. A színházi olimpiának a szemléjére is kapott egy előadásunk meghívást, illetve a Lázár Ervin programba 70 előadásunk bekerült, ami óriási szám. Ezt beillesztve a következő 6 hónap műsorába azt láttuk, hogy ha nem nyitunk ki hamarabb, akkor bizony kénytelenek vagyunk vagy a bérleteseknek az árát, a bérlethányad árát visszafizetni, vagy valamelyik programból lemondani néhányat. Ez pedig jelentős bevételkiesés lenne. A számítások szerencsére lehetővé teszik, hogy február 11-én már megnyissa kapuit a Móricz Zsigmond Színház, és szinte azonnal közönség kedvenc jelölt darabbal várják a nézőket. A bezárás előtt pár nappal mutattuk be a Teljesen idegenek című előadásunkat. Itt a bérletesek közül csak néhányan tudták megnézni ezt az előadást, úgyhogy rögtön a nyitás után 11 alkalommal két héten belül műsorra tűzzük. Majd rögtön utána márciusban a 4. bemutatónkat, a már említett Frankensteint láthatja a közönség, és rá körülbelül egy hónapra pedig az 5. is a Kapjálhat utcot, ami egy nagy zenés Broadway musical, ezt is nagyon várjuk. Ami még menet közben alakult ki, ugye januárban ment volna a Ludas Matyinak a gyerekelőadásunknak a próba folyamata, amit nem tudtunk elindítani, és a rendező ráérése már ebben az időszakban nem volt lehetséges, ezért egy új előadásban kellett gondolkodnunk. Helyette Urmai Gábor viszi színre a Mici Mackót a regény alapján. Kiegészítő rendezvényekből sem lesz hiány, 27-én pénteken indul a Móricz Pódium Színpad című zenés programsorozat, február 10-én pedig Nők, Sanzonok címmel hallhatják az érdeklődők Pregicer Fruzsina, Szabó Márta és Széles Zita zenés estjét. A Nyíregyházi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntető eljárást MM 21 éves nyíregyházi lakos ellen. A nyomozás adatai szerint a férfi 2022. december és 2023. január 25-e között eltulajdonított, több lezáratlanul hagyott kerékpárt Nyíregyháza egyik város részéből. A férfi a lopott kerékpárok eladásából szerzett jövedelemből fedezte szükségleteit. Közösségi oldalon hirdette meg eladásra a lopott kerékpárokat, amelyeket minden alkalommal sikerült is rövid időn belül értékesíteni a hirdetésére jelentkező vevőknek. A nyíregyházi nyomozók a férfit január 25-én elfogták, gyanúsítottként kihallgatták és őrizetbe vették. A gyanúsított 6 kerékpár ellopásával összefüggésben részletes beismerő vallomást tett, a rendőrök 3 kerékpárt lefoglaltak és visszaadták azokat eredeti tulajdonosaiknak.
Havonta 2-3 hulladékká vált gépjárművet szállítanak el a közterület felügyelet munkatársai Nyíregyházán. Legutóbb egy olyan gyúlékony, szeméttel teli Suzuki autót vittek el, amely egy transformátorháznál állt. Ezt a Suzuki gépkocsit a napokban bontatták el Nyíregyháza egyik közterületéről. Letört visszapillantó tükör, rozsdás felni és gyúlékony papírszemét az autó utasterében elől és hátul. A szemtanúk szerint hajléktalanok is beköltöztek az utcán maradt járműbe. Bordás Béla, Nyíregyháza városgondnoka azt mondta, több éve állt gazdátlanul az autó. Egy használaton kívüli rendszám nélküli személygépkocsiról van szó, a Ferenc körút 27, ráadásul egy erős áramú transformátor háznál áll, és ugye többször megtekintettem a gépjárművet, mert az ott lakók hívtak telefonon, és nagy mennyiségű szemetet láttam a gépkocsiba, azt is elmondták, hogy több esetben hajléktalanokat láttak ebben a gépkocsiban aludni, és ugye nagy veszélye jár az ilyen, amikor nagy mennyiségű szemetet halmoznak fel, hogy akár meg is gyulladhat, ha netán dohányzik az illető, és a tulajdonosnak lett volna a kötelessége, pontosabban annak a tulajdonosnak, a hozzátartozójának, aki ráismert volna erre a gépkocsira, hogy elviszi, és nem szennyezi a környezetet, nem károsítja, és nem okoz ilyen csúnya látványt. A közterület felügyelet munkatársai nem találták az időközben elhunyt hozzátartozóit, így a többszöri felszólítás után elvontatták a gépjárművet. Nyíregyházán ide egy autóbontó telep hátsó udvarába hozzák el a közterületről elszállított autókat, ahol maximum 6 hónapig tárolják a járműveket, majd elbontják. Kivéve, ha addig ki nem váltják a tulajdonosok, ugyanis a tárolásnak és az eljárásnak díja van. Ilyenkor napi szinten emelkedik a tárolási költség 1200 forinttal. Kérdez szám, hogy 6 napi tárban, aki nem viszi a kocsiját, az kb. 300 forintos költséget jelent neki a ügy végéig. És akkor ilyenkor a járművet ugye kivontjuk mindig a forgalomból, elbontásra kerül, és akkor ezt a pénzt pedig a NAV-on keresztül, először végzésre követelni fogjuk a üzemmentartón, ha esélyes kör, akkor NAV-on keresztül fogjuk végrehajtatni. Tehát egy ilyen elég hosszú és bonyodalmas folyamat, de mondom, amikor a járművet elviszük, akkor innen ki lehet váltani a járművet erről a telephelyről. Botrogi László hangsúlyozta, közterületen csak olyan gépjármű tárolható, amelynek van érvényes műszaki vizsgája és hatósági engedélye, azaz rendszámtáblája. Azokban az esetekben, amikor az autónak van rendszámtáblája, de lejárt a műszakia, a közterület felügyelet eljárást kezdeményez az illetékes hatóságnál. Azokban az esetekben, amikor a közterület felügyelet munkatársai rendszámtábla nélküli gépjárművet találnak, azokat automatikusan hulladékká vált járműnek nyilvánítják, és 10 nap türelmi idő elteltével, ha addig sem történik változás, elvontatják a gépjárművet. Nyíregyházán havonta átlagosan 2-3 ilyen eset történik. Megszerezte első hazai győzelmét a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, a kék cápák a bajnokság 14. fordulójából elmaradt mérkőzés pótlásán a Kecskemétet fogadták, és 77-71-re megnyerték a mérkőzést. A tabella utolsó helyén álló kék cápák szombaton a 6. Paks otthonában lépnek pályára. Agresszíven, nagy lendülettel kezdte a mérkőzést a hazai csapat, aminek meg is lett az eredménye, az 5. percben 11-4-es nyíregyházi vezetésnél már időt kellett kérni a Kecskemétnek. A folytatásban sem lassítottak a cápák, 10 perc játék után 5 ponttal vezetett a házigazda. A második negyedben sem változott a játék képe, a negyed vége viszont a vendégeknek sikerült jobban, de így is 4 pontos nyíregyházi vezetésnél vonultak le a nagyszünetre a csapatok. A hazaiak addigi 40 pontját 3 játékos, Perry, Kópsz és Pipirász szerezte, így az volt a kérdés, hogy a folytatásban kicsatlakozik hozzájuk a csapattársak közül. Fordulás után zárkózni kezdett a Kecskemét, sőt a záró negyed már 3 pontos vendégelődnél kezdődött el. Kass Balázs a legjobbkor csatlakozott az addigi pontszerző nyíregyházi trióhoz, 3 pontos kosaraival visszavették a vezetést a cápák, sőt 2 perccel a meccs vége előtt már 12 ponttal vezetett a Nyíregyháza. A hajrá azért izgalmasra sikeredett, de végül 77-71-re nyert Darko Radulovics együttese, amelyben a 37 pontos Perdi és a 16 pontos Pipirász mellett a 11 pontig jutó és 18 lepattanót begyűjtő Erik Kósz volt az egyik húzó ember. A védekezés volt a győzelem kulcsa. Nagyon agresszíven és intenzíven védekeztünk, nagy nyomást helyeztünk a labdás emberre. Egy-egyben jól védekeztünk és jól lepattanóztunk.
A hazaiak edzője egyetértett játékosával. Nagyon boldog vagyok, hogy Erik is a védekezést említi a győzelem kulcsaként. A játékosok megértették, hogy ez szükséges a győzelemhez. Nehéz meccs volt egy tapasztalt csapat ellen, amely ráadásul jó formában érkezett, de nagy energiával játszottunk. Erik 18 lepattanót szedett, ami mutatja, hogy mekkora energiával játszott, de ez igaz a csapatra is. Betegségekkel és sérülésekkel küzdünk, de túllendültünk ezeken. Erre tudunk építeni. Támadó oldalon is jobban teljesítettünk, mert az előző meccsekkel ellentétben végre tudtunk kosarakat szerezni gyors indításból. A vendégek edzője szűkszavon értékelt a találkozót. Gratulálok a Nyíregyházának, megérdemelten nyertek. Ezen az estén mi nem érdemeltünk volna a győzelmet, úgyhogy ennyit szeretnék mondani. A kecskemét játékos a Kucsera Dániel szerint sem érdemeltek győzelmet. Nagyon sok eladott labdánk volt, sok támadó lepattanót engedtünk a Nyíregyházának, ezt jól ki is használták. Én úgy gondolom, hogy jól harcoltunk, küzdöttünk, amennyire most bírtunk. Megpróbáljuk ezt a meccset elfelejteni és a jövőre koncentrálni. A tabella élén a Szombathely áll 16 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 14-3-as mutatóval rendelkező Szolnokot. A 2-15-tel sereghajtó Nyíregyháza szombaton a 10-7-tel 6. Paks otthonában lép pályára. A forduló további párosítása a következő: Albafehérvár-Körmend, Budapesti Honvéd-Szeged, Kaposvár-Zalaegerszeg, Szombathely-Debrecen, Oroszlány-Sopron és Szolnok-Kecskemét. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Nincs veszélyben a lakosság gyógyszer ellátása Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, csupán néhány népszerű termék vált nehezebben elérhetővé. Nagy Zsombor gyógyszerés szerint az átmeneti készlethiány hátterében az állhat, hogy a vásárlók gyakran keresik a népszerű termékeket, noha azok hatóanyagait más, kevésbé ismert gyógyszerkészítmények is tartalmazzák. A gazdaságfejlesztés és befektetés ösztönzés aktuális kérdéseiről tanácskoztak immár harmadik alkalommal a Vármegyei Paktum irodában tartott workshopon Nyíregyházán. A rendezvény célja, hogy növeljék a Vármegye gazdasági versenyképességét. Szabó Tünde kormánybiztosa az eseményen azt mondta, a munkahelyteremtés és az infrastruktúra fejlesztés továbbra is kiemelten fontos marad. Már zajlanak az olvasópróbák a Móricz Zsigmond Színházban, és pénteken indul egy új zenés programsorozat, a Móricz Pódium Színpad. Február 11-én pedig teljesen kinyitja kapuit a Nyíregyházi Teátrum, így még a tervek szerint valósítható meg az évad. Január 26-án csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap is várjuk majd önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, de kisebb-nagyobb szakadozások lehetnek a felhőtakaróban. Elszórt jelleggel hószálingózás, gyenge havazás, illetve néhol vegyes halmaz állapotú csapadék is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +3 fok között valószínű.